tudják-e, mi az a gergelyjárás, vagy hogy miért tartunk nagy böjtöt húsvét előtt? Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha erre is kíváncsiak, akkor tartsanak velem az Ascendensben, ahol dr. Pál István elmeséli nekünk a márciushoz kötődő szokásokat, babonákat. Velünk lesz Mazák Katalin is, aki szépségápolási tippeket fog nekünk adni. Valamint Orosz Tündével is beszélgetünk, aki megjárta az El Camino-t. És természetesen kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, valamint, hogy milyenek a halak jegyű emberek. Tartsanak velem! Tudják-e, hogy miért Sándor József Benedek hozza a meleget, és mi a gergelyjárás? Mindjárt elmondja nekünk ezt dr. Pál István. Március, egyre inkább megyünk ki a télből, és most már jön a fű is, amit nem lehet visszakalapácsolni sem. Milyen népszokások, babonák vannak ebben az időszakban? Hál' Istennek tényleg itt a tavasz márciusban, ha a fene-fenét eszik is, akkor is kinő a fű, és azt szokták mondani valóban, hogy március közepe után már kalapáccsal sem lehet visszavenni a füvet a földbe, mert az akkor is ki fog nőni. Egyébként március azért érdekes hónap, mert a Gergely és a Julianus naptár közötti különbségből adódóan az első jelentősebb nap az március 12-e Gergely nap, ami a Julianus naptár szerint a tavasz kezdő nap volt, és emlékeznek rá a nézők, kedves nézők, akkor az előző hónapban beszéltünk a balázsolásról, balázsjárásról, itt is egy ugyanilyen napról van szó, hiszen március 12-e a Gergely járás ugyanazt a célt szolgálta, mint annak idején a február 3-a, tehát a Balázs nap. Ilyenkor is a gyerekek a tanítóik vezetésével körbejárták azokat a házakat, ahol iskolás gyerekek voltak, és adományokat gyűjtöttek a tanítónak azért, hogy a jövedelmét kiegészítsék, és ezt megfejelték azzal, hogy megpróbálták iskolába járásra kérni azokat a gyerekeket, akiket ilyenkor már a házigazdák, a szülők befogtak a munkára, hiszen általános tankötelezettség nem lévén általában a téli időszakot használták ki arra, hogy a gyerekeket elengedjék az iskolába, de amikor már beköszöntött a jobb idő, amikor hasznát tudták venni ennek a gyerek munkának is, nem volt ez nagy munka egyébként, a libaőrzés, a kismalac őrzése, vagy a kisebb testvérnek a felügyelete, de mégis mindenkinek megvolt a saját feladata a családban. Ezt meg kellett csinálni. Nagyon érdekes, ami ezután következik, hiszen mindenki tudja a mondókát, hogy Sándor József Benedek, közben a Klaudia zsákban hoznak meleget, hiszen március 21-én köszönt be a csillagászati tavasz, és általában ezért szokták mondani, dicsérni vagy cikizni ezen neveket viselőket, hogyha hozzák vagy nem hozzák a meleget, hiszen általában ilyenkor már fordul az időjárás, tehát jó időre fordul, ilyenkor már megkezdődnek a tavaszi munkák, megkezdődnek a szántások, a különböző vetések, tehát a növényeknek az elültetése, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy az időjárás mennyiben járul hozzá az évi termésnek a minőségéhez, meg a mennyiségéhez. Érdekes, hogy a húsvét általában áprilisra szokott esni, most is a tavalyi évhez viszonyítva 5 napos eltérés következik be, hiszen most április 1-2-án lesz a húsvét, első, illetve a második napja. Ez egyébként a keresztény világnak a 3 legnagyobb ünnepéinek az egyike, hiszen a karácsony, húsvét és a pünkösd egymást követik, de a legfontosabb ünnepek közé tartoznak. Egyébként a húsvét el szoktuk mondani, de nem árt feleleveníteni, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő holttölte utáni első vasárnapot jelenti, ami azt jelenti, hogy legkorábban március 23-án lehet húsvét, tavaly 25-én volt, és legkésőbb pedig az ezt követő holttölte utáni első vasárnap, tehát április 20-a környékén lehet legkésőbb húsvét. Most, ami nagyon fontos a kereszténység ünnepei között, a nagypéntek, ami tavalytól már hivatalos ünnep is a magyar kalendáriumban, Jézus keresztre feszítésének és
húsvét pedig feltámadásának az ünnepét jelenti. Tehát most ez az az időszak, az ezt megelőző 40 nap, ami szigorú bőjtben telt el korábban, különösen a katolikusok szempontjából, és érdekes módon reformátusok is egy napot mindenképpen böjtöltek, ez pedig a nagypéntek volt, amikor semmiféle zsíros ételt nem szabadott fogyasztaniok, még diót sem, diós laskát sem ehettek, mert a dió is tartalmaz bizonyos zsíradékot, és még ettől is megtartóztatták magukat. Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. De mindig tartsuk szem előtt, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. És azok is figyeljenek, akik arra kíváncsiak, hogy milyenek a haljegyű emberek. Kos. Ébredjen fel téli álmából, az élet kezd egyre érdekesebbé válni. Jó pénzügyi lehetőségek várják. Bika. Itt az ideje, hogy érzelmi dolgokban lépjen. Nem kellene konzerválni a langyos vizet. Különösen nem, mert kellemes kapcsolatra lenne esély. Ikrek. Kinyílik végre a szeme, és olyan dolgokat hall meg végre, amiket eddig is sokan mondtak már. Rák. Kicsit átalakulnak a dolgok, újra tervezés van. Próbálja a legjobbat kihozni, és a konzekvenciákat levonni. Oroszlán. Itt az ideje, hogy elkezdje a nyári terveit szövegetni. Nyugodtan tervezzen több kisebb utazást, ígéretesebb, mint az egy nagy. Szűz. Menjen nyugodtan kikapcsolódni. Semmi olyan feladata nincs, ami egy kis halasztást ne tűrne, sőt, inkább most nyugodt, csendes időszak jön. Mérleg. Érdekes emberekkel találkozik a következő időszakban. Vigyázzon, ha füllent, könnyen rajta kapják most. Skorpió. Minden megy a maga útján. Önnek csak annyi a dolga, hogy begyűjtse a lehetőségeket, mert most kis újból sikerül minden. Nyilas. Vannak időszakok, amikor elvárja, hogy önhöz alkalmazkodjon környezete. Ebből most elég sok konfliktus következne, így jobb, ha visszafogja magát. Bak. Hinnie kell, hogy célba érhet, különben tényleg nem fog. A lendülete azonnal elveszlik, amint leveszi a szemét a céljáról. Vízöntő. Miért kell mindig a hibákat keresni? Koncentráljon a pozitív oldalára a dolgoknak, akkor minden sokkal egyszerűbb lesz. Halak. Boldog születésnapot! Az élet új helyzeteket ad, amiket ön most jól tud használni. A halak a legérzékenyebb típus, a leglelkibb ember. Szintén nagyon emberszerető, de azért ő másképp, mint a vízöntő. A halakjegyű emberek közül kerülnek ki a legjobb orvosok, akik doktorbácsik, doktornénik. Nem csak gyógyítanak, de odaülnek a beteg ágya mellé, és tudják, hogy az a kis szeretett pár jó szó többet ér, mint egy doboz orvosság. A halak tehát lelki emberek és önfeláldozók. Egy időben nagyon sokan beszéltek az El Camino-ról. Néhányan neki is vágtak, és voltak, akik végig is csinálták. Így volt ez Orosz Tündével is. Most tőle kérdezgettük az élményeket, és hogy egyáltalán milyen is a valóságban az El Camino. Miért indultál el a Camino-ra? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondoltam, hogy egy 14 éves biztosítói munka után nagyon nagy különbség van egy jóga oktatói és egy szaladgálós munka között. És 2007-ben kaptam egy könyvet ajándékba, a Varga Lórának az El Camino könyvét. És azt elolvastam, és mindig azt mondtam, hogy na, ha kirúgnak a biztosítótól, akkor én ezt megcsinálom, ezt az El Camino-t. És akkor ez egy ilyen vágyálom volt, mit tudom én, 3-5 éven keresztül, és az egyik ismerősöm megcsinálta. És akkor kiderült, hogy a húga is szeretné megcsinálni,
Ez tök véletlenül egyébként, és akkor így mentünk gyakorlatilag együtt. És hogyan készültetek föl rá? Maga a könyv elég volt, vagy alaposabb utánajárása volt szükség? Nagyon sok mindent. Tehát ugye beszélgettünk olyanokkal, akik megcsinálták, beszélgettünk olyanokkal, akik biciklivel csinálta meg, aki gyalog csinálta meg. Aztán maga a könyv, amit említettem, az nem útvonalakat ad, hanem egy személyes impressziót, egy személyes benyomást, hogy ő hogy élte meg ezt a kaminót. Ugye nagyon sokfajta kaminó van igazából Spanyolországban, de a leghíresebb ez a francia út, amit mi is megcsináltunk, ami gyakorlatilag keresztül megy Spanyolországon. Ugye Franciaországból indul, és elmegy egészen Compostelláig, illetve tovább Fisterráig. De nagyon sok más út van, ami szintén Compostellába fog jutni. Hát az túl meredeknek ismertük, meg túl hegyvidékinek, meg túl melegnek, mert attól függ, hogy merre ment ez az útvonal. De gyakorlatilag ez a klasszikus Camino, ő is keresztül megy a hegyeken, elég keményen, nem? Hát három dombocska van benne, ami így 1000 méter fölöttire föl kell kapaszkodni, igen. Hát Pireneusokban kezd gyakorlatilag az az első Saint-Jean-Pied-de-Portból, Roncesvallesba, az az első, amikor keresztül megy a Pireneusokon. És akkor erre hogy lehet felkészülni? Elmész egy hónapig edzel előtte, vagy naponta gyalog körbejárod a várost? Tehát fizikálisan hogy lehet erre felkészülni? Így, ahogy mondod. Azon mosolyogtunk, hogy vettünk egy új cipőt, mert mindenki azt mondta, hogy új cipőben ne menjünk, tehát mindenképpen be kell törni a cipőt. És hát úgy mentünk Caminóra, hogy a cipőben már 100 kilométer volt. Felmentünk a Tokaji-hegyre, átsétáltunk Újfehértóra vissza a régi négyesen, körbe mentünk a körúton, teljesen körbe esténként beszélgetve. Tehát azért nagyon sok mindent megcsináltunk. És egy nap alatt így kényelmesen mennyit lehet gyalogolni? Kényelmesen 5 kilométert. Hogyha az ember már úgy benne van a gyaloglásban, mert végülis ez egy folyamat, tehát az első nap leszakad a vállad, mert ugye viszed magaddal az összes cuccodat, amit elvittél egy hónapra, tehát alsó hangon 7-8 kiló. És akkor mondjuk most például Roncesvallesba fölfelé mentünk, ugye majdnem 1400 méterre. Akkor ott bizony csúszik a hátadon a víz rendesen. Úgy készültünk igazából, hogy teljes menetfelszereléssel másztunk a Tokaji-hegyre, mert tudtuk, hogy ez a dombocska az nekünk kihívás lesz, mert ugye vízszintesen menni azért egy szabolcsinek nem egy nagy dolog, az első 10 kilométer, aztán amikor 40-et kell menni, akkor az mások. Ahogy mesélted korábban, hogy ilyen apróságokra is odafigyelt, hogy kivágtad a címkéket a ruhákból. Ezek tényleg ennyire számítanak? Igen, igen. Főleg az elején. Nagyon sok szálláson azt látod, hogy vannak ilyen dobozok, és akkor bele vannak rakva, akik előtted elmentek zarándokba azokat a dolgokat, amit nem akarnak tovább cipelni. Tehát nagyon sok kötött pulóver volt, kötött kardigán, vagy tudom én, nagyon nagy elemek voltak kipakolva, ami már úgy nehéz volt, és nem akarta vinni. Tehát ott számít bizony 10 deka is, mert ugye egész nap a hátadon van, nem mindegy, hogy mit viszel magaddal. Nem mindegy, hogy mi az, ami szükséged van, vagy nincs szükséged, ezt te döntöd el. És akkor technikailag ez hogy zajlik? Megérkezel valamilyen induló állomásra, és ott kapsz ilyen menetlevelet, mert ugye van menetleveletek is. Vagy hol kell azt egyáltalán kérni, igényelni, vagy már internetes, vagy hogy? Van Magyarországon is egyébként egy egyesület, ahol ezt meg lehet vásárolni, illetve ahol elindulsz, ott tudsz vásárolni. Mi Saint-Jean-Pied-de-Portba, tehát Franciaországból kaptuk, hát ilyen adomány jelleggel 3 euró volt, amit adtunk, és akkor kaptunk a jelképet, ugye a fésűkagylót, meg egy menetlevelet, és akkor ezt végig kellett őrizgetni, mert gyakorlatilag enélkül nem kaptál szállást, hogy pecsételtek bele, és akkor végigvitted. És a szállás, ez hogy van, ezt előre le kell foglalni, vagy... Nem tudod előre lefoglalni. Próbálkoztunk ilyennel, hogy a barátnőm előre ment, és akkor már egy óra múlva van egy tünde, és akkor foglalja le ezt az ágyat, és azt mondta, hogy nem, ilyen nincs. Természetesen, hogyha valaki nem ilyen vallási, tehát nem egyházi szálláson, vagy nem önkormányzat által finanszírozott szálláson, hanem magánszállásokon, szállodákban alszik meg, akkor ott biztosan van lefoglalható, de hát teljesen más
a hangulata egy ilyen szállásnak. Tehát választhat igazából. A leggyakrabban, ugye a leggyorsabban az egyházi szállások telnek meg, mert az általában ingyen van. Sőt, ráadásul úgy van ingyen, hogy egy közös vacsora, meg egy közös reggelés benne van. Donatívónak mondják, hogy adomány, amit adsz, de nagyon érdekes dolgok voltak. Tehát volt egy olyan, hogy ott előttem. Ugye sorba állsz, lepecsételnek, megmondják, hogy a 26-os ágy a tied, és akkor odaadott egy 10 euróst az egyik srác, és hát nem értettem, mit mondtak ugye spanyolul, és mosolyogva visszaadott a másik egy 20 euróst. Tehát hogy nem az volt, hogy most minden áron fizetni kell értem, meg hogy hú, stb., hanem azt mondta, hogy akinek arra van szüksége, azt vigye nyugodtan magával. Tehát ilyen nagyon érdekes hangulata van ennek az egész útnak. Teljesen más világ, mint itt. Mesélted, hogy elég érdekes élményeid voltak. Mi volt a legkedvesebb, és mi volt a legmegdöbbentőbb számodra? Ezek nehéz kérdések, mert nagyon sok minden volt. Tehát a legmegdöbbentőbbek mindig az volt, amikor úgy vágytál valamire, és a következő pillanatban ott volt. Tehát most nem azt kell elgondolni, hogy én most vágytam egy 5 csillagos szállodára, hanem ilyenekre vágytam, hogy ne süssön annyira a nap, mert már nagyon meleg van. És akkor körbenéztél, és sehol egy fa, sehol egy árnyék, mert a mesztetába mentél, ahol abszolút de semmi. És felnézel az égre, és azt mondod, hogy ilyen nincs, hogy verőfényes napsütés van, délután 1 óra van, 2, a legmelegebb, mindenhol le vagy már égve, és akkor is menned kell, és akkor így lenézel a földre, és egyik pillanatról a másikban megjelenik egy felhő, és eltakar téged, és ott vagy benne a hűvös árnyékos helyen. Vagy mondjuk elkezd el bőgni, hogy annyira fáj a talpad, mert ilyen köves úton megyünk, annyira fáj a talpad, hogy hát ilyen nincs, hogy egyszerűen mégis tudsz menni tovább. De jó lenne, hogyha lenne előttem egy szőnyeg, és akkor olyan jó vastag mezitláb így. És akkor ezeket így elgondolod, és akkor a következő kanyar után pedig egy 50 méteren véletlenül leborult előtted a szalma, és akkor a szalmán mégy, és akkor ott örvendezel, hogy jaj, de jó, puha, nem kemények ő. Ezek ilyen jó érzések. Aztán volt egy olyan élmény, amikor végülis ez az egész út arról szól, hogy megismerd saját magadat. Én arra jöttem rá nagyon gyorsan, hogy muszáj, hogy beszéljek. Tehát nekem muszáj az, hogy emberekkel kapcsolatot tartsak. Muszáj az, hogy valahogy így kifejezzem magam. És amikor egy hétig nem találkozom magyar emberrel, csak spanyolokkal, olaszokkal, angolokkal, akár japánokkal, tehát nagyon sok minden fajta nemzet járkál itt ezen az úton, és hát rádöbbensz arra, hogy oké, beszélsz valamennyit egyik nyelven, másik nyelven, de nem az anyanyelvet, tehát nem tudod úgy elmondani magadat, nem tudod úgy kifejezni, nem tudsz órákon keresztül valakivel beszélgetni, mint magyarul. És akkor így felmerül benned a vágy, hogy úristen, de jó lenne találkozni egy magyarral, akivel beszélhetnél. És akkor hát ez a történet, ami egyik legmegdöbbentőbb volt. Egyedül mentem nagyon sok szakaszon, és akkor már 5. napja nem beszéltem magyarul. És akkor beérkeztem egy ilyen apácák által vezetett szállásra, és hát ott elkérték a menetlevelet, elkérték a személyigazolványt, útlevelet, kinek mi volt, beírták, ezért fizetni kellett a szállásra, azt hiszem ilyen 5 euró, tehát nem sokba került, és akkor visszakérdezett az apáca, hogy Magyarország, igen, Magyarország. És akkor fölmentem a szállásra, és tudom, hogy nagyon el voltam keseredve, tehát ez amikor le van égve a vádlid, mert mindig hátulról süt a nap, le van égve a vádlid, nagyon fáj a sípcsontod, mert ugye begyullad és kemény kövökön még. Nagyon fáj a talpad, mert ugye gyalogolsz, és akkor már túl vagy mondjuk 500 kilométeren, és akkor ott morfondíroztam, hogy na akkor most mivel kenjem be a lábamat, most izomlazítóval, vagy napteljel, vagy mivel, vagy hogy. És akkor így megfogalmazódott bennem egy mondat, hogy jaj, de jó lenne magyarul beszélni. És egyszer csak így
nézek magam el, és egy nagy feketességet látok, felnézek, és ott áll előttem egy apáca, és megszólal, hogy szia, Bogi vagyok, van valamire szükséged? És hát így néztem, és azon a percen elsírtam magam, hogy úristen, ilyen nincs, és nem is tudtam megszólalni magyarul, hanem angolul mondtam, hogy hello, szeretnénk magyarul beszélni. És akkor mondta, hogy persze, persze, beszélj magyarul. És mondtam, hogy most nem tudok. És nagyon aranyos volt, mert mondta, hogy hol találom meg azt a szekrényt, amiben minden van, tehát hogyha ha gondolom, keresek nyugodtan krémet a lábamra, gyógyszerek vannak benne, stb. Le is mentem, megnéztem, és mondta, hogy akkor most nem tudok beszélni, nyugodtan öltözzek fel, és akkor kint a téren találkozunk egy fél óra múlva, és beszélgetünk. Ez egy ilyen nagyon megható dolog volt számomra, hogy mégis kicsi a világ, tehát bármennyire, bárhova kerül egy magyar, biztos, hogy van. Biztos, hogy hirtelen kerül elő egy ilyen. És milyen volt a megérkezés? Maga a megérkezés az több megérkezés volt. Az első megérkezés, amit a többieknek a vége volt, ugye ez a komposztella, ez maga a zarándoklat vége, ahol kiállítják magát az oklevelet, ahol a misén bemondják, hogy mondjuk hány ember érkezett ma meg a saját kaminójáról, ahol füstölővel felszentelik ugye azokat, akik megérkeztek. Olyan érdekes helyzet volt, hogy mi tudtuk, hogy mi tovább megyünk Fisterrába, tehát mi nem maradunk Komposztellába, hanem visszafelé majd lesz két napunk, amikor majd szétnézünk a templomba, szétnézünk a városba, szétnézünk mindenhol. És úgy, amikor először megérkeztünk ide, én nem éreztem azt a felszabadult érzést, mint a többiek, hogy wow, vége van, hanem ugye még menni kell 100 kilométert, még mindig, mert ott van vége, amikor tényleg ott van a világ vége, amikor nincs tovább út, amikor ott van legvégén a vascipő, és ott van az óceán is, és nem tudsz hova tovább menni. És aztán, amikor elértünk három nap múlva a vascipőhöz, akkor meg megint nem éreztem azt, hogy vége van ennek az egésznek, mert ugye még nem voltam magába a Székesegyházba, hogy akkor most még menjünk vissza oda, és akkor nézzük meg ezt a kis füstölő lengetést, és akkor sem éreztem, hogy vége van. Tehát még olyan úgy mentem volna még. Amikor hazaérkeztünk, sem éreztem, hogy vége van, mert valahogy olyanom volt, hogy még nincs vége. Nincs is vége egyébként, mert ez a tapasztalata az útnak, hogy mindenki úton van. Csak valaki áll, valaki halad, valaki tudja, hogy merre megy. És talán ez volt a könnyű a kaminóban, hogy tudtad, hogy következő nap meddig kell menned, mi a célod, és tudod, hogy úgyis meg fogod csinálni, mert már ha lesétáltál 3-400 kilométert, akkor az a maradék 4-500 kilométer, az már annyira nem hosszú. Az már annyira nem. Ahogy már megszokhatták, most is Mazák Katalintól kapunk szépségápolási tanácsokat, és nem is kell messzi menni a hozzávalókért, hiszen elég, hogyha szétnézünk a kamrában vagy a hűtőben. Milyen kezelést ajánlunk ma a kedves nézőknek? Egy gyulladás csökkentő kezelést problémás bőrökre. Miből áll a kezelés? Narancsvilágvizet fogok hozzá használni, fogok édesburgonyát, zellert, gríz kerül még a radírba, illetve propolisz, és a végén a napi ápolással fejezzük be a kezelést. Az édes burgonya ugye egy kicsit sárgás színű, nem kell-e tartanunk attól, hogy megfogja a bőrt? Hát ha nagyon sokáig marad fent, akkor lehet, hogy egy picit elszínezi, de ez a lemosásnál eltűnik az elszíneződés, de hogy biztosra menjünk, egy gézlapot, amit narancsvirágvízzel itatok át, előtte felhelyezek a bőrre. Egyrészt komfortosabb is lesz így a pakolást viselni, másrészt könnyebb utána az eltávolítása, a ható idő utáni eltávolítása a pakolásunknak. Mostanában többször kerül elő a narancsvirágvíz. Miért jó ez, mire jó, kinek ajánljuk? Azért, mert ez egy vízgőzdesztillációval kinyert víz, ami tartalmazza a narancsvirágának a hatóanyagait. Nagyon jó frissítő, tonizáló, és nagyon sokféle bőrtípusnál használhatjuk.
tehát sokfélétű a felhasználási lehetősége, akár tonizálóként, akár arcpermetként is használhatjuk, illetve lemosások után egy kis frissítésre, és hogyha a hűtőben tároljuk, akkor még fokozhatjuk az ér összehúzó hatását a hideg által. Nos, akkor lássunk hozzá a kezeléshez, milyen lépésekből áll? Első rész abból áll, hogy letisztítjuk, előkészítjük a bőrt, bőrtípusnak megfelelő lemosással, azt követően narancsvirágvízzel tonizálom, majd összekeverek egy bőrradírt, ami grízből és gőzölt zellerből áll, amit pépesítek előtte. Ezzel átdolgozom a bőrt, eltávolítom vele a elhalt hámsejteket, és ezt követően helyezem fel a pakolást, ami az édesburgonya pépesített verziójából és pár csepp propoliszból áll. Miért pont zellerrel készítjük a bőrradírt? A zeller az egy ritkán használt, és mégis egy nagyon jó hatékony, nagyon gazdag vitaminokban, nagyon jó vízhajtó hatású belülről alkalmazva, illetve arcápolásnál szeretem a bőrtónus kiegyenlítő hatását, ezért szeretjük így akár a zeller levét, akár így a pépesített verzióját is a kozmetikában. Fölkenjük a propolisszal dúsított édesburgonyánkat. Mennyi ideig kell hagyni hatni? Hát legalább 15-20 percig hagyjuk mindenképpen fent, és azt követően tisztítsuk le a pakolástól a bőrt, és a felesleget szépen felitatjuk, majd a bőrtípusnak megfelelő ápolókrémmel ápoljuk a bőrt. Van-e olyan, akinek nem ajánljuk ezt a típusú kezelést? Természetesen az összetevők bármelyikével kapcsolatos allergia esetén az adott összetevőt valami másra cseréljük, vagy elhagyjuk. Így fokozottan kell figyelni a propoliszra jelen esetben, az a méhészeti termékekre, allergiával reagálóknál természetesen elhagyandó rész lesz. Azt helyettesíthetjük akár teafaolajjal, pár cseppel, hogyha arra nincs irritáció, illetve a zellerrel is vigyázni kell, mert viszonylag magas az illóolaj tartalma, tehát aki arra érzékeny, azt is el kell hagyni a kezelésből. Természetesen, mint minden házi ápolóinkat, vagy minden házi praktikához alkalmazott pakolást, itt is csak friss pakolásokat használhatunk, a felesleget azt el kell használni a nap folyamán. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Várom önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!